Most a Barosi Blantista Képzőintézet szakgimnázium próbatermében vagyunk, Magyar Cirkusz és Varieté, illetve a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ művésztelepén. És ami most a hátunk mögött zajlik, ez egy nagyon különleges program. A Cirque du Soleil-lel kötöttünk szeptemberben egy együttműködést, aminek az első eseménye zajlik itt. Légtornászokat képezünk közösen, részben az iskola jelenleg és volt tanulóiból. Természetesen nem az a cél, hogy most itt azonnal elvégyenek artistákat. Hosszú távon szeretnének ők a produkcióikba, nem csak egybe több produkcióba artistákat szerződtetni. First time for me to be in Hungary and it's a very nice experience. Yeah, in general I didn't know Budapest and I had a lot to discover, so I'm enjoying a lot. Used to work with Hungarian artists in the past because when I started at Cirque du Soleil I had few people coming from that school specifically. So that's why we're coming back here today, because we know that there is a potential. So and we didn't see those people too much for the last past years, but we want to get back to more partnerships and looking at the potential here. So I'm looking a lot at their body lines and giving them some little exercise to be able to get where we want and where they need to go. Nagyon élvezem, nagyon jó, hogy sok mindent tanulunk, sok új technikát, szóval én nagyon szeretem ezt, nagyon élvezem. Igen, nekem is meglepő volt, hogy egy ilyen emberrel tudunk dolgozni, aki a Cirque du Soleil-ből jött. Hát én ilyet nem is gondoltam volna. Ugye nekünk szakmánk csúcsa ez a Cirque du Soleil cirkusz, és hogy ide jön minket tanítani és elmondani a technikáit, ez valami fenomenális élmény számunkra. Nem csak, hogy megmutatják magunkat, hanem tanulnak is, és ez nagyon fontos. És nem csak a Soleil trénerétől, az edzőjétől, hanem azoktól az idősebb kollégáktól, akik ugyanolyan alázattal jönnek vissza, bizony már egy komoly karrier csúcsán. Én azt gondolom, hogyha valaki egy 5 évet letudt a Soleil-nél, az azt gondolom, hogy a szakma csúcsa. Voltam 5 évet a Avatar Show-ban, ez a Truk, a First Fight, és a Creation-től egészen a végig benne voltam a show-ban. 900 show-t csináltunk a nagyvilágban mindenfelé. Sok mindent csináltam már, így a Cirque du Soleil-en belül is, különböző számokat, de igazából mindig jó az ember, tud valami újat, tanul valami újat, az edzések, az edzőknek a mentalitását átvenni egy kicsit. Az előző show-ban is én 3 számra szerződtem a legelején, de a végén minden számon benne voltam a műsorban, mert mindig megtanultam ami új számot, új disziplint, és akkor így jobb, hogyha több oldalról tudsz csinálni új dolgokat, mert szeretik, tehát hogy be tudnak rakni más elemekbe, valaki kiesik, összeállni a helyére, érdemes tanulni újat mindig. Nekem az lenne a csúcs, hogyha kijutnék, nagyon jó lenne. Igen, nekem is forog a fejembe, bár nem tudom én elképzelni, hogy oda mehetnék, szóval tényleg ez egy olyan csúcs ebben a szakmában, hogy nagyon szeretném. Ilyen fiatalon akkor, ilyen fiatalon kijutnánk, akkor Kell egy-kettő-három év különben, hogy összeszokjon egy páros, mert tulajdonképpen együtt kell levegőt vennünk, hogy érezzük egymást, hogy hol van a test súlya, és hogy hol kell elengedni ahhoz, hogy visszaérkezzen az a szaltó, meg már a gondolatait is tudni kell. A félelem az nagyon lényeges, hogy ne legyen, ne féljenek fönt, hiszen a félelem az magával hozza a balesetek lehetőségét is. Tehát aki fönt fél, az elkezd görcsölni, és saját maga okozza a saját maga balesetét. Tehát ezért nagyon fontos, hogy készítsük őket fel fokozatosan, hogy ne féljenek a levegőben. Egyáltalán nem félünk. Nem szoktunk félni különben, ezt már kiölték belőlünk.